Média találkozót szervezett az Újságírók Magyar Kanizsai Egyesülete október 1-én a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ épületében. A vendégek a Magyar Újságírók Országos Szövetségének és a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének vezetői tagjai voltak. A találkozó témája az említett egyesületek együttműködésének, kapcsolatrendszerének kiépítése volt. Tóth Károly, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke kiemelte, szeretnék újjáépíteni és erősíteni a kapcsolatokat a határon túl tevékenykedő újságíró szervezetekkel. A MOOSZ 1896-ban alakult, és azóta folyamatosan működik, jelenleg 33 szakosztállyal. Az első találkozáson ugye igazán konkrét dolgokat nem tudtuk megállapodni, nem azért, mert távol állnak egymástól az álláspontot, hanem azért, mert ezeket itt nem lehet. De körülbelül az úgy, és például közös képzésben, közös, hogy is mondjam csak, programok megszervezésében, például nyári táborokban, vagy a mi tihanyi időben fiatal kezdő, pályakezdő újságírók számára továbbképzésekben, és hát remélhetőleg sikerül közös pályázatokat is megnyitani, akár Magyarországra, akár az Európai Unióhoz. A vajdasági magyar médiaházak igen rossz helyzetben vannak, a továbbképzésekre pedig nincs sok lehetőség, mondja Rőrik Ottó, a Magyar Kanizsai Újságírók Egyesületének elnöke. A másik, ugyancsak fontos elvárásunk és kérésünk az, hogy lehetőségek szerint együtt írjunk projektumokat és együtt pályázzunk. Hát ebben nincs igazán nagy tapasztalatunk, és mint ahogyan hallottuk Tóth Líviától, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnökétől, itt különösképpen az IPA pályázatok esetében komoly feltételeknek kell eleget tenni, például olyan költségvetési eszközökkel kell rendelkezni, amelyeket megkövetel egy ilyen pályázat. Mi viszont nagyon szegények vagyunk, és alig ha engedhetjük meg magunknak. Nem is tudunk önrészt biztosítani, és szóval van sok-sok hátulütője egy ilyen pályázatnak. Minden esetre annyit megértek kedves vendégeink, hogy segítenek felkutatni a pályázatokat, legyen az alapítvány, Európai Uniós pályázat, és amint lehetőség kínálkozik rá, akkor együttesen fogunk pályázni. A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete is bemutatkozott a magyarországi vendégeknek. Tóth Lívia elnökasszony kiemelte, hogy amíg az anyaországi és többi határon túli újságíró szervezetekkel jó az együttműködésük, addig a szerbiaiakkal szinte semmilyen sincs. A találkozó résztvevői külön eszmecserét folytattak a köztájékoztatás fogalmáról, a magánosítás veszélyeiről és azokról az új jelenségekről, amelyek a mai média világot jellemzik. A változás az újabb és újabb kihívásokkal jár együtt, és ezek a kihívások például az internet megjelenése, azoknak a műfajoknak, amiket eddig gyakoroltunk a ólomból szedett nyomtatott sajtó idején, a rádióban, televízióban való megjelenése, aztán az internetre való felkerülése, és az internetre való felkerülés közepette, hogy az ezekről való vélemények, tehát az állampolgár gyakorol olyan funkciókat, mintha újságíró lenne, amikor véleményt ír egy-egy cikkhez. Hogy ezek mennyire szabadon terjeszthetők, mert a véleményéhez mindenkinek joga van. Milyen előírásokba ütköznek alkalmasint bele, mert európai elvárások is vannak. Ezzel nekünk foglalkozni kell. Főképpen a szabályozásnak azt a részét említeném meg, hogy amit közzé tesznek, azt valamilyen szándékkal teszik közzé. Mi azzal óhajtunk foglalkozni, amit azzal a szándékkal tesznek közzé, hogy a közt tájékoztassák. Tehát nem 15-en nicknéveken, álnéveken bejegyezkedve egymás között beszélgetnek, hanem azt akarják, hogy az ország, világ azt tudja meg, amit ők közzé tettek. Ilyen szempontból pedig a blogíró, aki nem tagja egyik újságíró szövetségnek se, pontosan ugyanolyan szereplő, akitől elvárjuk, hogy az idézőjelet kitegye a mást idézet, akitől elvárjuk, hogyha összeadott 50-et 50-el, akkor ne 120 jöjjön ki, nézze át, hogy mit publikál, és úgy gondoljuk, hogy ha nem így gyakorolja ezt a dolgot, akkor elmarasztalhatjuk akkor is, ha sehol se tagdíjfizető egyetlen szervezetünknél sem.
A Magyar Kanizsai Találkozón a megjelentek egyetértettek abban, hogy a szakma mindentől függetlenül egy és ugyanaz, és mindenhol az igényesség, a tisztesség és a szakmaiság követelménye a legfontosabb.